Most éppen nagyon aktuális az útdíjrendelet. rendelet. Mi a vélemény erről képviselő úrnak? Nem butaság, amit a kormány kitalált. Szeretném hangsúlyozni, hogy a parlament előtt ez nem volt, mert nem törvény. Tehát sokan megkerestek, rengetegen megkerestek, tehát mint képviselőt, hogy miért így szavaztátok meg, meg mert nem szavaztuk meg, mert nem törvény rendelet. Tehát a kormány maga által alkotott rendelet, amelyben mi is néhány tételében vitatkozunk a kormányjal. Annyit sikerült egyelőre elérni, hogy átmeneti helyzet van, ezt gondolom a hétköznapi hírekből mindenki tudja, hogy január végig nincs büntetés, ha véletlen valaki olyan útszakaszra téved, amely egyébként már fizetős lenne. önmagában a gondolat nem rossz, hogy legyen matricás is. Mi is történik? Van és jelenleg is van, és marad is, mert ezt is sokan félreértették, hogy lehet venni heti ö, matricát egy hetes időszakra, az Magyarország összes autópályájára jó egy hétig. Lehet havi matricát venni, az Magyarország összes autópályájára egy hónapig érvényes. És lehet az évest, amely egy éven keresztül az összes autópályára jó. És ezeken a lehetőségeken kívül bevezetésre kerül a megyei matrica, mert... Az eddigi ö, városokat elkerülő autosztráda karéjok azok is fizető fizetőkötelesé válnak. Nálunk konkrétan Bás megyébe két ilyen területet tudok mondani, az egyik Kecskemét. A Kecskemétnek a Soltvatkerti lehajtójától, az a 90-es pont, ha Budapest felé haladtunk, akkor el lehetett menni, lajos eh, nem mehettünk el a lajos Mizsék, az előtti ja, kijárul, igen, egyel, egyel előtti mm -hmm. kiárónál, de azon a szakaszon, azon a köríven, Kecskeméti köríven mehettünk addig, amíg utoljára visszatudtunk ez az északi lehajtó, Lajosmizs előtt egy 10 kilométerrel vissza lehet kanyarodni Kecskemét felé. Na de ez az útszakasz, ez ingyenesen volt használható. Most már ez is díjfizetési kötelezet. Ugyanígy díjfizetési kötelezet lett az M8-es és M9-es két Dunahídra felhajtó szakasz. Na most, a rendszer azt mondja, hogy aki megyén belül, vagy egy-két megyén belül ö, közlekedik csak, annak érdemesebb csak megyei matricát venni. És nem az éves, meg nem a nagyhavi minden ha, érvényes matricát, hanem csak vegye meg a megye, vagy a szomszéd megyét, amit tud. Magyarul egyébként Soltat Kertiek azok kettő megyei matricával, egy Bács-Kiskun megyeivel és egy budapesti matricával. Ez szinte biztos, hogy ezt nagyon sokan ki fogják váltani. Budapestre egész kényelmesen tudnak közlekedni, 10.000 forintból. Ez azt jelenti, mintha háromszor vett volna heti matricát, mert az 3.000 forint környékén van egy ilyen heti matrica. A Na, de nem napos? Ja, lehet, hogy napos már. No. Bocsánat. Valószínű, uh -huh. igen, igen, igen. Én hetesnek mondom, mert erre lennél az volt, de ki igen, lett igen, valóban igen. ki lett terjeszve tíznapos. Tíz Te teljesen lesz. mindegy, ez így igaz. Ö, tehát ez két ilyen megyém, azaz tízezer forint megoldja az egész éves Budapesta -e való közlekedés És a, a két utopályán. híd, mert ott nagyon sokan most arról beszélnek, Na ez már kínosabb. Ugye? Ez már kínosabb. Tehát itt december 23-án, akkor volt az utolsó parlamenti napunk, akkor még senki ezzel nem foglalkozott, mi már igen, mert láttuk, hogy a híd ez egy olyan rafinált jószág, hogy az egyik fő pillére még Bács megyében van, hát a másik meg Fejér megyében van, mert hát ez egy híd, mert közben a Dunát átíveli, azaz kettő megyében van ez a híd. Azaz, hogyha fölhajtok rá, akkor közben átlépek egy megye határt is, már pedig az alapszabály az, hogy abban a megyében közlekedhetsz csak egy matricával, ha átmész egy másik megyébe, ott kell annak a megyének is a matricája. Lefordítom, a Duna hídon, aki most átmegy az M8-as, tehát a Pentele hídon, a Dunajváros hídon, vagy a Szexárdi hídon, amit Szent László hívnak, hídnak hívunk, oda bizony a jelen értelmezés szerint kettő megye matricája kell. Tehát kell egy Bács megyei matrica és egy Fejér megyei, itt az M8-as hídon, Dunaujvárosnál, vagy pedig a Szexádi de egy Bács megyei és egy Tolna megyei matrica kellene. Ezt roppant igazságtalannak tartjuk. Én azonnal ezt jeleztem, három képviselőtársunkkal írtunk is, a dunai Képviselővel és a Salasz László barátommal a Kunszent Miklósi térség képviselőjével, hogy ez méltánytalan, egyrészt jobb lenne, hogyha kivennék, és ezt a két hídat nem tennék be a fizetősbe, de ha netán mégis ez nem megoldható, akkor a lényeg, hogy egy matricával bármelyik megye, megyére szóló matricával használható legyen a híd, a hídról való első lehajtásig, mert ezt ugye nem fogadhatjuk el, hogy akkor össze-vissza barangolhatunk ott az M6-oson, hanem egy megyei, mondjuk más megyei matiszám van, akkor fölhajthassak erre a hídra, és ahogy a túlpartra átértem, ott köteles vagyok az első lehajtónál lemenni a közutakra. Mi most igazából ezért küzdünk. Na jó lenne, hogyha díjmentes lenne, tartok tőle, hogy ez, ez nem biztos, hogy sikerül, de alaphelyzet vezéküzdünk, de minimum az egymatricás rendszert kellene elérni. Nekünk ez itt nem is izgalmas innen nézve Kertől, de a, mivel a Duna melléki települések jó néhánya most már az új választókörzetben, az én választókörzetembe tartozik, ott óriási a felháborodás, ugyanis. Szalszentmárton, Dunavecse, Kunszent Miklós, Solt, Dunapatai térsége kórházi ellátás szempontjából Duna Dunaújvároshoz tartozik mert hiszen nekik az ilyen 10 kilométer az új híd megépítése, nagyon közel van. Na most azért valakinek 10 forintot pluszba fizetni, mert egy kórházi kötelezően oda utaló ellátásért neki oda kell menni, azt rendkívül igazságtalannak tartjuk. Nem beszélve arról, hogy ott Dunajvárosban középiskola, felsőfokú iskola, bevásárlási lehetőség, munkahely, nagyon sokan járnak át naponta Dunavecse, Nem lehetett volna ezt úgy megcsinálni, részével. hogy, hogy amelyik megközelíthető közúton, nem autópályán, ö, ott fizettetni az autópályáért. De ahol nem lehet közúton megközelíteni, ott nincs más választása az embernek. Itt most a Ferihegy is szóba Többféle került. Többféle logika van. Az a helyzet, hogy Dunóváros is megközelíthető, ha a Dunaföldvár felé, menjünk a Dunaföldvár, ja, így nem de az ez az Csak kerül Csak az kerülő. Tehát azért, na de igen, most azt említette, hogy, hogy nem lehetne úgy, hogy megközelíthető máshonnan. Hát dehogy nem minden a máshonnan, csak milyen áron? Ugye itt ez a kérdés. De hát akkor minek építettük a Pentele -hídot? Kérdezem, én, hogyha most letiltjuk róla a forgalmat, már idézőjelben, hogy letiltjuk, tehát olyan díjakat kérünk, ami miatt nem fogják használni végül az ott lakók, és körbe kerülik a Duna Földvári híd felé, ami sokkal keskenyebb, meg nagyobb kerülő, értelmetlen, hiszen ott van egy nagyon biztonságos, új, nagyon széles, kivilágított híd. Tehát ennek a logikáját keresünk. Január 4. 5-e -e volt, így van, az hétfő volt, amikor miniszternek és két államtitkárnak is írtam ez ügyben, Galambos Dénes Dunaujvárosi képviselőtársammal együttessen, amit most elmondtam, gyakorlatilag ezt fogalmaztuk meg az indokokat, hogy miért értelmetlen és, és igazságtalan ennek a hídnak a maticását étele. Na most tisztázzuk, hogy először is a... Kötelezettség már e, érvényes, de a, egyelőre a büntetés aluli mentesség az január végéig szól. Ez azt jelenti, mint ahogy már említettem, a valaki olyan utcakacra téved, amelyik végül is mégiscsak fizetős, az utólagosan megváltott maticával igazolható. Habár most ehhez még egy 1400 forintos eljárási díjat is kérnek, ezen is nagy vita van, hogy ezt kell lekérni, vagy nem. Lényeg, hogy január végig ez el fog dőlni. Tehát most már látjuk, hogy a kormányon belül is belátták, hogy néhol túl vastagon fogott a ceruza, és húzgálták a vonalakat, hogy díjfizetős, díjfizetős, díjfizetős. Így járt az a 200 méteres Ferihegyre vezető gyorsforgalmi útszakasz is, én is azt mondom, hogy az, az butaság szóval, nem ezen múlik a bevétele, ez száz százalék, de akkor a bosszúságot okoz a, az embereknek, hogy nem igaz. Szerintem ilyen kategória a két Duna híd is. De, Meg az a Veszprém megy, amikor az ember a Balatorra megy, azt is olvastam valahol. Igen, hogy hát az egy furcsa Pár kilométer. az M7-esről van szó, hmm. tehát ugye az M7-es az úgy indul, hogy Budapestről, tehát egyszer van egy Pest megye, utána Fejér megyébe megy ez a második megye, és egy négy kilométeres szakasza belóg Veszprém megyébe. De ott nem lehet lehajtani egyébként, meg fölhajtani se, mert a következő megye az Somogy megye, Siófoknál, és most úgy tűnik, hogy a Veszprém megyén is, mivel áthalad az autópálya, akkor a jelenleg értelmezett szabály szerint minden megyét, amit érintünk autópályával, arra megyére kell erre érvényes maticát vennünk. Tehát Veszprém megye, amelyet tényleg nem érint, áthaladunk rajta, de sem le menni, se följönni nem lehet, meg nem is oda megyek, de annak a megyének is meg kéne venni a maticáját, Ráadásul Veszprém megyének másik strádája nincs is. Tehát egész Veszprém megyében ugye tudjuk, hogy nincsen stráda. Tehát ezek szerintem technikai hibák. Reménykedjünk, hogy megoldódnak. Hát a... most már én úgy veszem észre, hogy a, hát a parlament, tehát a frakciónk az nagyon nagy nyomással ez irányba megy, és talán merjük azt mondani, hogy a, a rendelet alkotói is a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgazdas, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elnézést gyűjti az adatokat, és bízok benne, hogy hogy ebben engedékenyek lesznek. A Dunamenti polgármesterek együttesülése volt keddem, amikor is ezt a tiltakozó megfogalmazásokat megtették. A megyei közül és Bács megyei elnökével egyeztetve javasoltuk, hogy ők is tegyenek egy ilyen tiltakozást, és ő javasolta, és nagyon helyesnek tartom, hogy a Fejér és a Tolna megyei közgyűlés elnökével együttesen fogják a kifogásaikat megtenni. Tehát több oldalról megpróbáljuk ezt a, Értelmetlen ö, oda, arra esetre mondom, hogy értelmetlen Matissa problémát megoldani. De mondom, ez nagyon sok helyen önmagában, ez a megyei Matissa rendszer ö, rendkívül nagy kedvezményt ad ö, ö, családoknak, hogy könnyebben megközelítsék és egészében használhassák az a környezetükben lévő autószállákat. Kevesebb figyelmet kapott, de január 1-től.